Az egyik kenguru bébi a fejét, másik még csak a farkát dugja ki az erszényből, harmadik társuk pedig már majdnem kimászik. Három kis kenguru egy apától és három mamától született a Veszprémi állatkertben. A kicsik másfél, körülbelül egy-másfél éves korukig a mamának az erszényébe tartózkodnak, egészen addig, ameddig beleférnek, mert ha később is veszélyben érzik magukat, akkor megpróbálnak visszamenni a mamának a zsebébe. A kenguru mamák általában füveket, látszárú növényeket esznek, de most, hogy kicsinyeik vannak, vitamindúsabb káposztát, répát is kapnak, hogy táplálóbb legyen a tejük. Különlegesség a kenguruknál, hogy a nőstény egyszerre többször is képes megtermékenyülni. Míg az anya az első kicsinyét szoptatja, addig a második fejlődése megáll. Megint megtermékenyül, akkor az embriónak a fejlődése megáll a testében, és ez fölneveli azt a kis kengurut, hogy ami már az erszényben van. És ahogy ő ugye leválasztódik a mamáról, tehát mit tudom én, 8-9 hónaposan, akkor annak az embriónak a fejlődése ismét beindul. A mamák már szívesen időznek a napon hatalmas erszényeikkel, úgyhogy a látogatók egészen közelről szemügyre vehetik a kis kengurukat a kifutón.